Tisztelt Országgyűlés! Köszöntöm jelenlévő képviselőtársaimat is, mindazokat, akik figyelemmel kísérik a munkánkat. Az Országgyűlés nyári rendkívüli ülésszakának első ülésnapját megnyitom. Tájékoztatom önöket, hogy az ülés vezetésében Hegedűs Lórántné jegyzőasszony és Móring József Attila jegyző úr lesznek a segítségemre. Tisztelt Országgyűlés! Megkezdtük munkánkat. A mai napon napirend előtti felszólásra jelentkezett Dúró Dóra képviselőasszony a Jobbik részéről, Keresztény Demokrata a kormány címmel. Képviselőasszonyt illeti a szó. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt Országgyűlés! A homoszexuálisok szombati vonulásukon meggyalázták a kereszténységet és a demokráciát is, az utóbbit a rendőrség aktív részvételével. A szocializmust és a szocialistákat idéző rendőri módszerekkel kellett ismét szembesülniük az ellentüntetőknek, sőt, lassan már annak kell örülnünk, hogy nem csukják le napokkal előtte a potenciális tiltakozókat, mondjuk a Kubatov lista alapján, mint ahogy tették azt az Átkosban. Manapság már talán nem is hírértékű, ha a rendőrség jogsértést követel, annyiszor lehetünk tanúi ilyen eseményeknek az elmúlt 9 évben, de ettől még nem válhat normává. Jellemző a kettős mércére, hogy a gárdisták meg sem jelenhetnek nyilvános rendezvényen egyenruhájukban, mert az egyes cigánybűnözőkben félelmet kelt, azokat a deviáns magamutogatókat pedig, akik például kutyával fajtalankodást imitálnak, és az egymással csókolózó férfiakat hatalmas erőkkel védi az AVH Budapest utcáin. Csak halkan kérdezném meg, hogy hány 10 millió, 100 millió forintjába kerül a magyar adófizetőknek az, hogy az emberiségellenes és deviáns homoszexuálisokat szolgálja a rendőrség, még azon az áron is, hogy sárba tiportja a normális többség jogait. Az n1tv.hu aznap esti beszámolójából ugyanis mindannyian láthatjuk, hogy az oktogonnál az ávósok kordonokkal ketrecbe zártak mindenkit közel 1 órára, aki épp arra járt, gyerekeket, mozgássérültet, a Városligetbe tartó családokat, még a magyarul nem beszélő külföldi turistákat is, és egyszer csak könnygázt fújtak közéjük, ami miatt többen rosszul lettek. Ugye legalább azt nem várják el, hogy tapsoljunk ennek a rendőri fellépésnek. Közben, mindeközben a nagyrészt külföldi homokosok büntetlenül és védelem alatt garázdálkodhattak, közerkölt sértések tömkelegét követhették el, az LMP és az MSZP szokás szerint adta alájuk a lovat, ráadásul a rendőrség is őket védte a helyet, hogy éppen ellenük lépett volna fel, akik valóban szabálysértően viselkedtek, szándékosan megbotránkozást keltettek. A szombaton történtek miatt a Jobbik feljelentést tesz garázdaság miatt a homoszexuálisok ellen, személyes szabadság megsértése és más hivatali bűncselekmények miatt a rendőrök ellen, mert nem tűrhetjük tovább azt, hogy a deviáns homoszexuálisok és az impotens rendőrség cinkos összekacsintása következmények nélkül maradjon. Az egyik legbotrányosabb tettük az a csoportos házasságkötés volt, amelyet rendezvényük zárásaként hirdettek meg. Jellemző módon egy normális házasodó pár saját esküvőjén miattuk alig jutott el az utca egyik oldaláról a másikra. Nem csoda azonban, hogy egyre többet követelnek a homokosok, hiszen több mint 1 év kereszténydemokrata kormányzás után még mindig lehetőség számukra a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése, annak ellenére, hogy az anyakönyvi törvény vitájában a kérdés már előkerült, de a kormány nem tartotta fontosnak az érdemi változtatásokat, csak toldozgatta a jogi szabályozást. Megtartották tehát a homoszexualitást törvényesen jóvá hagyott társadalmi jelenségként, elutasították az ellenben azt a jobbikos javaslatot, ami az egyházi esküvő állami elismerésére vonatkozott. A helyzet abszurd mi volt, tehát egy a KDNP hivatalos honlapján elérhető színvonalas publicisztika gondolatával szeretném megvilágítani, mely a homoszexuális felvonulásról a következő mondatokat fogalmazza meg. A keresztényellenes erők provokációja azokkal szemben, akik a hagyományos, egyben keresztény családmodell mellett állnak ki hangosan, vagy a hétköznapok csendjében. A hagyományos jelen esetben nem elavultat,
hanem működőt jelent. Amióta ember él a Földön, azóta ezen a hagyományos módon tartja fenn magát, adja tovább az életet. Vagyis nem reklámozható és nem fogadható el normálisnak, követendőnek és helyesnek ez az életvitel, mert különben az emberiség kihalna. Ki kell tehát jelentenünk, hogy azok akarják elfogadottá tenni a homoszexualitást, akik az emberiség ellen dolgoznak. Ez a provokáció a teremtés természeti törvényei szerint élő többséget akarja háttérbe szorítani, megerőszakolni, bűntudattal sújtani azért, hogy végképp eltűnjék. Kár, hogy mindez 2009-ben írta a KDNP egyik politikusa, és ebből semmi nem valósul meg a kormányzásukban, csak asszisztálnak ehhez a keresztény ellenes, rendőrileg biztosított provokációhoz. Köszönöm a figyelmet! A kormány nevében Rétvári Bence államtitkár úr fog válaszolni. Parancsoljon! Köszönöm szépen a szót! Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőasszony, tisztelt ház! Ön az imént arról beszélt, hogy a rendőrök fölléptek a homoszexuálisokkal. Nem léptek fel a homoszexuálisokkal szemben, de felléptek a jobbikosokkal szemben. Szeretnék önnek idézni valamit, egy idézetet, aztán majd kiderül, hogy kitől van. A rendőrök akkor, hogyha meleg férfiakról van szó, azonnal intézkednek, szemben azzal az általános gyakorlattal, hogyha valamilyen erőszak van egy háztartáson belül, akkor utána csak később orvosolják ezt. Ezt felháborítónak tartotta az önök köztársasági elnök jelöltje, Morvai Krisztina. Szintén ugyanő mondta azt, hogy ami ebben az óviban fantasztikus volt, mesélt egy korábbi élményéről, a lányom, Grace nevű barátnője, egyszer csak fölugrott az asztalra, és büszkén kijelentette az egész csoportnak, nekem képt mamám van. Ez az óvoda az álmom, mondta a Jobbik köztársasági elnök jelöltje, pártjának egyik vezetője. 90-es években Tolba is mondta, be is nyújtotta minden.